Igen, nem adtam nagyon sok interjút, még itt voltunk, és, és tényleg mindenkit próbáltam a háttérőt tenni. Tényleg százszázalékosan szerettem volna a versenyre fókuszálni, és, és a, és a végén, végén egy, 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 jót beszélgetni, egy, egy jó történetről. Ezen az olimpián nyertél egy bronzérmet, két hatodik hely, 500-an kiestél. Ezre meg elsőként haladtál át a célon, de egy furcsa ember úgy döntött, hogy nem adják neked az aranyérmet. Biztos, hogy nem erre vágytál, nem erre vártál ezen az olimpián. Most hogy érzed magad így utólag? Igen, hát a legelső olimpiámon a legjobb eredményem az 16 volt, aztán Pyeongchangban a legjobb egyéni eredményem 5 és hát jobban szerettem volna teljesíteni a Pyeongchanginál, Sajnos ez most ö, egyénikben nem sikerült, váltóval se. Ma mix váltóval nyertünk egy bronzérmet. Ö, elégedett vagyok magammal, lenyilatkoztam verseny előtt, az olimpia előtt, hogy bármi történjen, én boldog leszek, hiszen mindent megtettem annak érdekében, hogy itt sikeres legyek. Ha lesz érem, ha nem, én akkor is boldog leszek. Nehéz volt feldolgozni az ezer métert mentálisan de úgy gondolom, hogy, hogy sikerült, és, és, az olimpia végére jól éreztem magam. Igazából ugye az, az, jó, amikor az ember tudja, hogy mi az, ami rajta volt És ha valami sikerült, vagy nem sikerült, akkor is rajta múlt. De amikor, amikor azt érzed, hogy nem rajtad múlik valami, hanem valaki úgy dönt, hogy nem te nyersz, hanem egy másik, azt, azt nehéz földolgozni. Ezt hogy tudja egy sportoló jól helyre rakni? Hát szerintem, szerintem a kudarcod, az, az sokkal könnyebb feldolgozni, mint a sikert. Most sokkal nagyobb motiváció van bennem a következő négy évre, mint, mint mondjuk Pyongyang után volt. Most már, már most elkezdtem azon gondolkozni, hogy hogyan legyen felépítve a következő négy évem. És akkor, akkor Pyongyang után azt tudtam, hogy másnak mit akarok csinálni. Uh -huh. Csak élvezni akartam menni ezzel a flow-val. Most azért tudatosabb vagyok, és, és szeretnék majd Milánóba majd Milán csapni. odacapni. Uh -huh. Te ilyen dacból táplálkozó ember vagy? Hát én nagyon sok mindenből táplálkozom. Nagyon motivált vagyok, próbálom magamat is motiválni mindennel, úgyhogy, úgyhogy a siker is motivál, mert, mert annál csodálatosabb dolog szerintem nincsen, hogy valaki tudja milyen nyerni, és, és annak az íze milyen, és, és kívánni még jobban. De, de a kudarcok is abszolút tehát, hogy mindenki a kudarcokból kezd el építkezni, minden, minden sportoló hibázik, hibázik, és akkor onnan fejlődik, ezért szerintem, szerintem valamilyen könnyebb ezeket a szituációkat kezelni. Azért is kérdezem, mert a, e, 16 éves voltál, amikor az első e, világkupádon már bekerültél a tévés programba, és akkor a Linának azt mondtad, hogy te egyszer szeretnél világkupát nyerni, és akkor a Lina, a Lina mit mondott neked? Hát a buszon ültünk, akkor jutottam a legjobb 16-ba, és a buszon ültünk visszafelé, már mindenki kiesett, és mindenki már, már otthon volt, mi meg, meg délután mentünk, ketten voltunk a buszon, és akkor mondtam neki, hogy, hogy én majd egyszer szeretnék világverseny nyerni. És akkor azt mondta, hogy, hogy ne foglalkozzál most ezekkel, most nem fogsz nyerni. És, és igazából onnantól kezdve így kezdtük el ezt építeni közösen, hogy, hogy lépcsőfokról lépcsőfokra haladjunk. De azt mondta, hogy te most nem fogsz nyerni, vagy azt mondta, hogy te soha nem fogsz nyerni? hogy hát az... fogalmazott? Hát, du, du, durán fogalmazott akkor, és, és azt mondta, hogy, hogy nem fogsz nyerni. Tehát, hogy, tehát, hogy ott, ott azért elég, elég kemény volt, lehet hogy, lehet, hogy neki is egy rossz napja volt, nem? Tehát, Akkor azt mondta, hogy, hogy, hogy nem fogsz nyerni, ne ezzel foglalkozzál most. Ezt azért mondta, mert... Mert a kínaiak más pedagógiát alkalmaznak, tehát mások a pedagógiai módszereik, vagy azért mondta, mert esetleg ő már akkor látta, hogy téged ebben lehet igazán motiválni? Szerintem, szerintem a, ki, a kínaiak ilyenek. És igazából, igazából úgy, volt, úgy volt mindig és, és minden versenyre is úgy utazunk ki a mai napig, hogy, hogy nem arra gondolunk, hogy, hogy, hogyan fogjuk megnyerni a versenyt, mert azért nálunk le kell menni egy selejtezőt, egy negyed döntőt, elődöntőt, döntőt, és ez egy több kör, hogy, hogy valaki eljusson a döntőig, azért ha, ha tudjon harcolni, hogy, hogy érmes legyen. És hogyha az első körből nem építetted fel rendesen a futamodat, nem jutsz tovább, akkor már kiestél, és igazából hiába gondolsz arra, hogy, hogy hogyan nyernéd meg a versenyt, hogyha az első körből nem jutottál tovább. Uh -huh. És a mai napig így megyünk, hogy, hogy futamról futamra építjük magunkat. Világos, de a Lina azt mondta neked, hogy, hogy te nem fogsz nyerni. Tehát téged, hogy mondjam, helyre akar tenni, hogy nagyot ne álmodjál, vagy, vagy tudta, hogy belét kell szúrni egy kést a, a hátadba, a fenekedbe, a nem tudom, mert tudta, hogy, hogy extra energiákat szabadít fel vele. Nem beszéltetek erről azóta Minden nap a hátamba szúr egyet. Igen? Nem, hogy, nem igazából, igazából nem beszélgettünk -e erről, nem nagyon szoktunk nagyon sokat a, a, a múltról, múltról, beszélni. Előre megyünk és, és haladunk, úgyhogy, úgyhogy, még, nem, még nem kérdeztem meg. Meg kicsinek is van egy sztori, hogy amikor a, az édesapátok elhozott benneteket Kínába, Linához, akkor azt mondta az Ádóra, hogy ő jó, ebből a másik gyerekhez meg nem. És akkor állítólag a sztori szerint erős is meg vagy cáfold, az volt, hogy oda két gyerek együtt van. Tehát vagy mind a kettő, vagy egyik se. Igen, én, én mindig, mindig is egy kicsit gyengébb voltam, így izomzatilag így, így, is, meg, meg, így, meg így fizikailag is és, és mindig, mindig több edzés kell csinálnom, mai napig, mai napig több edzés kell csinálnom, hogy olyan formában tudjak lenni, mint, mint Ádó, vagy, vagy akárki, a, akárki a csapatból. Úgyhogy, úgyhogy, ez, ez kiskorunktól kezdve így volt. Lina nagyon szerette a tehetséges versenyzőket, úgyhogy, úgyhogy ád, Ádót nem, nem azt mondom, jobban szerette, csak benne nagyobb, nagyobb uh -huh. potenciát látott. Uh -huh. És akkor mi a te erősséged? Mert azért lássuk be, ahhoz képest sokkal többre vitted, mint amit jósolt, jósoltak neked. Mi a te erősséged? A gógyi? Vagy hát, a, a munka? Hát vagyok. Igen? Na, a, 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 én úgy gondolom amúgy, hogy így, így semmilyen, semmilyen nagyképűségből, vagy, vagy, vagy nagy nagyképűségből, hogy, hogy én úgy, úgy gondolom, hogy ha én bármit csinálnék az életben, akkor sikeres lennék. Mert, mert nagyon motivált vagyok, és azok, azoknak az embereknek a kevés, kevesebb százalékába tartozok, akik képesek megtenni azt a lépést az életükbe, hogy sikeresek legyenek. Tehát azt a plusz munkát? Azt az extra munkát, igen. Uh -huh. De ugye a... Ha csak simán a munkán múlna, akkor lehetnél mondjuk nagypályás gyorskorcsajáz, és akkor te gyorskorcsajáznál gyors a leggyorsabban körbe. Tehát te short vagy, ahol gógyizni kell. Mikor előzzek, mikor ne előzzek, bemenjek a kanyarba, nem menjek be a kanyarba, és úgy megnyerni egy versenyszámot, mint akár a pioncsángi döntőt, vagy akár most a B döntőt, hogy az utolsó három méteren valahogy oda kerülsz és beteszed a lábad, az nem csak meló kérdése. Nem? Az, 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 az fej, fejben dől el igazából. Igen. Tehát nagyon sok, nagyon sok futam nálunk, nálunk fejben dől el, az, hogyha mondjuk tudja valaki, hogy egy erősebb versenyző van mögötte, akkor hogyan elkezd kapkodni és, és hibázni, és, és ki kell várni az utolsó pillanatig. És, és ez történt a váltóban is, és ez történt Pyongyangban is. És mi történt az 1000 méter döntőjében? Ugye három kínai, két magyar ellen. És ott úgy tűnt, főleg utólag, hogy erről előre le voltatok osztva a három kínainak. Szerinted ott mi történt? Hát ott igazából nem, nem, nem volt nagyon nehéz igazából a taktika, hogy, hogy megpróbálnak megverni minket. És... De milyen, milyen módon, tehát milyen taktikával? Mert úgy látszott, hogy, hogy megvolt, hogy melyik kínai van a tiéd, és melyik, melyik vagy melyik kettő az áldó, és kit kell piszkálni, hogy kell titeket szétválasztani, stb. De én ezt csak kívül nézem, laikus szurkolóként, te belőle, ebből mit érzékeltél? Igen, általában, általában ez így leszokott le lenni azt, hogy mondjuk a gyengébb versenyző próbálja, próbál minket nehezíteni, és hogy ne nekünk, nekünk, nehezebb legyen mondjuk előre kerülni. Ez, ez minden csapatnál így, így szokott lenni, és így szokott történni. Ö, olyan gyorsan történtek a dolgok, hogy igazából nem tudtam, nem tudtam. Szerintem, szerintem, mind a három fel volt ez osztva, nem tudom, hogy milyen taktikával mentek fel. Mit érzékeltél közben? Mennyire agresszívabbak voltak, vagy hát, nem, mint általában? Igazából próbáltak minket szétszedni, tehát hogy, hogy ne, ne tudjunk áldóval összeállni. Nagyon sokan ismernek minket, és nagyon sokan tudják, hogyha egyszer Ádóval összeállunk, ahogy a, az elődöntőben is lehetett látni, hogy, hogy összeállunk, elkezdjünk gyorsabban, gyorsabban, gyorsabban korcsonyázni, Ádó védi a párt és ezt próbálták megadályozni. Uh -huh. uh, ugye az első, a, az első futamban, a, 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 megszakításig, ott nagyon jól álltatok, és nagyon jól sikerült a rajt, és, 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 és minden nagyon jól alakult az mennyire zökkentett ki, vagy nem zökkentett ki? Hogyan hatott, inkább így kérdezem, hogy, hogy azt félbeszakították, mert ugye eltört az egyik kínai srácnak kína a pengéje. Hát az nagyon sok, nagyon sok, energiát kivett fizikálisan, meg mentálisan is, hogy újra leves, leversenyezni még egy ezer métert az elejétől kezdve. Nagyon-nagyon elfáradtam, nagyon elsavasodtam, és, és a végén már, mert tényleg csak, csak az utolsó pillanatig küzdöttünk, és, és olyanokra gondoltam, hogy, hogy ott van áldó a futamban, és ugye már láttam, hogy, láttam, hogy egy korábban felállt, vagy egy összeütközött, és talán felállt, és akkor, és akkor, már szinte csak, csak érte és, és, hogy, és hogy sikerüljön megszerezni ezt az aranyérmet. Hát sajnos nem sikerült. Te hogy látod így utólag? ugye két szabálytalanságot rónak fel neked. Az egyikről valaki azt mondta, de nem tudom, hogy, hogy, jól látta, vagy ugyanazt a helyzetet látta, hogy az nem is te voltál, hanem az Ádó. Hát én is sok mindent hallottam. Most egy utólag, így, már, így már nehéz. Én amúgy, én amúgy nem, nem zártam volna ki magamat. Na jó, hát te ez, hogy, tehát, hogy, tehát, hogy ha, ha, más lett volna ott, akkor, akkor sem, sem, sem feltétlenül zártam volna ki igazából nem volt, volt kontakt, ez egy kontakt sportág, volt kontakt, és, és igazából nem vesztett senki se tempót, nem, 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 nem volt szerintem annyira, annyira durva, hogy befolyásolta volna a, versenyt. verseny. Igazából azt is tudni kell, hogy 1600 métert korcsajáztunk le, és, és, mindenki iszonyat fáradt volt, és, és a végsőkig küzdött. Hogy hát akkor a ketten maradtatok igen, a végére. Igen, és én, én, én szerintem hagytam volna, hogy, 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 ez a pályán maradjon és ott dőljön el? Hát ugye kétféle vélemény van, hogy vagy semmilyen ítéletet nem hozni, vagy akkor mind a kettőtöket kizárni. De az, hogy csak téged zár ki a bíró, az... Hát igen. Igen, e, igazából szerintem mindenkit ki kellett volna zárni abból a futamból, hogyha ha előveszik a nagy szabálykönyvet és mindenkit végignézünk. Most ez, most ez így alakult, hogy, hogy csak engem zártak ki. Elég hosszú idő telt el, mire megszületett a döntés, ugye a befutótól mire megszületett végre a döntés. Te mit éreztél ez alatt az idő alatt? Mennyire aggódtál, hogy esetleg ezt elveszik? Én, én, nem, én nem aggódtam, én, én nagyon örültem neki. A csapaton éreztem azt, hogy az edzőken éreztem azt, hogy egy kicsit aggódnak, és, és hát igazából én, én próbáltam, próbáltam neki örülni, addig, ameddig tudtam. És amikor kihirdették, hogy téged kizártak, Hát akkor oda csúsztam a bíróz, és megkérdeztem tőle, hogy ez mi volt. Nem mentél oda olyan nagyon közel, néztem, hogy mit csinálsz, korcsáztál felé, széttártad a Igen. karodat, aztán elmentél a... Kérdeztem, hogy ez mi volt, ennyit csinált. Megrántottam a vállát, aztán mondom, már nem, akkor nem megyek oda. És akkor lejöttem. És amikor, amikor, először nem látott téged kamera, akkor mit csináltál? Hát behúzták ott a függönyöket. Gondokoztam, hogy, gondolkoztam, hogy mit tudnék felborítani. De nem vagyok egy olyan felborítós csávó. A edzéseken is, amikor egy nagyon nehéz edzés, akkor is ilyen nagyon ideges szoktam lenni. Vagy hogyha mondjuk nem megy úgy az edzés, akkor is nagyon deges szoktam lenni, és mindig azon gondolkozok, hogy kivégig is felrugom a kukát. De mire odaérek, addigra már így á, el, van a kuka, úgyhogy nem bántom. De, de amúgy, amúgy nagyon ideges voltam, nem tudtam hova tenni abban, abban a pillanatban. Végig zúztam a mix zónán, Beültem az öltözőbe, és fogtam a fenét, és azt, azt, azt ki a kiabáltam, hogy ez mi volt. Tehát, hogy nem, 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 értem. Én csak annyit láttam a folyosón, egy hatalmas fekete téli kabát távozik gyakorlatilag elsőnek a sportcsarnokból, az te voltál. Igen, felültem a buszra, és hazamentem. Azt mondtad, hogy, hogy majd a verseny végén beszélsz a bíróval, az egésznek a végén. Szinte, Igen, oda, oda akartam csúszni hozzá, és azt akartam mondani, hogy van az angolban egy ilyen, ilyen slang mondás, hogy no beef, tehát szóval, hogy nincs probléma, akartam neki mondani. Aztán a váltóban összenéztünk, köszöntem neki, úgyhogy így igazából nem vagyok ilyen problémás csávó. Úgy, úgy, úgy voltam vele, hogy nagyon, nagyon, sok filmet néztem, hogy valakinek történik valami rossz az életébe, és folyamatosan másra fogja, és így az élete elindul egy, egyfajta lejtőn. És úgy voltam vele, hogy én ezt nem, nem hagyom, hogy hogy elindítson ezen a lejtőn, hogy, hogy évekig vagy életem végéig újjal mutogassak rá. Én soha nem szoktam másra újra mutogatni. Mindig, mindig, hogyha elesek, hogyha ha valami történik a futamomban, akkor én, akkor én soha nem szoktam újra mutogatni a korcsacipőmre vagy az edzőmre, hogy ez az ő hanem, hanem én voltam ott, én álltam ki, én csináltam meg ezeket a dolgokat, és, 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 és hogy mind kell változtatni. És így voltam a, a bíróval is, hogy, hogy nem akarom azt, hogy tönkretedje az életemet, vagy hogy, vagy hogy a saját életemet. Úgyhogy nehéz volt, nem mondom azt, hogy könnyű volt, de feldolgoztam, és, és megyek tovább. És ez azt is jelenti, hogy, hogy ezt nem viszed magaddal, 10 év múlva, 20 év múlva, 50 év múlva már nem lesz ott benned, hogy én akkor ott azt megkaphattam volna, és elvették tőlem? Úgy gondolom, hogy, hogy lesz még rá esélyem. És hogyha ha egyszer ne adj Isten, nem sikerülne, akkor, akkor se lesz bennem. Majd ahogy az elején mondtam, hogy sikeres ezek másba. Azért nagyon jó, hogy ezeket elmondod, mert már beszélgetünk róla, hogy a nem csak akkor példakép, amikor elér valami sikert, hanem akkor is példakép lehet, amikor föl tud dolgozni egy ilyen történetet. És ez egy nagy segítség a, a szurkolóknak is, mert rengetegen üzentek, nyilván neked is, nekem is, a lányomat vigasztaltam, stb. hogy micsoda igazságtalanság. De az, ha te így tudod földolgozni, akkor az, egy, az nagyon jó, mert akkor a szurkolónak is segítesz ezt feldolgozni. Igen, nem adtam nagyon sok interjút, még itt voltunk, és, és tényleg mindenkit próbáltam a háttérőt, én tényleg százszázalékosan szerettem volna a versenyre fókuszálni, és, és a, és a végén, végén egy, 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 jót beszélgetni, egy, egy jó történetről. És, és ez, is egy, ez, is egy, jó történet szerintem, és tényleg nagyon sokan sírtak, nagyon sokan próbáltak ö, és és, 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 kiállni mellettem, ami nagyon jó érzés volt, és, és tényleg a, a szurkolók nélkül sem sikerülhetett volna ezen túl lendülni. Te olimpiai bajnok akartál lenni, van egy bronzérmed, de akkor ezt tudod szeretni, ezt a bronzérmet. Abszolút tudom szerezni, a csapattal nyertük, nagyon, nagyon jó volt a többiekkel ezt az élményt megosztani. Sajnálom, hogy a férfi váltó nem lett érmes, nem tudtunk áldöntőbe korcsolyázni, nagyon megérdemelte volna a csapattal, nagyon keményen dolgoztunk egész évben. Hát ez most így alakult, az egyénik is így alakultak, de de megyünk tovább és, és, és dolgozunk. Még van hely. Szerintem szerintem van hely és kapacitás is rá. Köszönöm szépen!